A héten kész üzenet cunami zúdult rám, e-mail, privát üzenetek és kommentek formájában rengeteg kérdést kaptam, így ma elsősorban ezekre fogok válaszolni, mert lehet, hogy ezzel másoknak is tudunk segíteni, akikben szintén megfogalmazódtak hasonló kérdések, csak még nem tették fel. Lesz szó szintekről, ezek alkalmazásáról, alakzatokról, gyertyaformációkról, stop használatról és még sok másról, úgyhogy nem is húznám tovább az időt, egy rövid intro után már is jövök a részletekkel. Mivel rengeteg új érdeklődő jelent meg a csatornámon, ezért a hozzám beérkezett kérdések száma is megnövekedett, így mielőtt belevágnék a mai mondokámba, elmondom, hogy érdemes ez az egész kereskedéshez hozzáállni teljesen kezdőként. Az elmúlt másfél évben több mint 100 videó készült a csatornámra, amikben szinte már mindent elmondtam, amit a kereskedésről tudni érdemes. Ha valaki komolyan szeretne foglalkozni a kereskedéssel, akkor azt javaslom, kezdj el egyesével feldolgozni a videóimat, mert a kérdések többségére ott lesznek a válaszok. Demóban be kell gyakorolni a videóban látottakat, gondolok itt a helyes szinthúzásra, az alakzatok megismerésére, gyertyaformációkra, mert csak is a csártok előtt töltött idő fog segíteni. Amíg nincs kellő csárttapasztalat, amíg valaki nem látott elég szituációt, addig nem lesznek eredmények sem. És ezért nehéz a kereskedés eleje, mert teljesen nulláról kell építkezni, és nincs rövidebb út, csak a beletett idő és meló a csártok előtt, ezt a munkát viszont senki helyett nem tudom bevállalni, én csak egy kis időt tudok spórolni azzal, hogy megosztom a tudásom, így már nem kell felesleges köröket futnia senkinek. Tehát a legjobb módja elkezdeni tanulni, hogy a videókat fel kell dolgozni, aki esetleg nem akar végigmenni az összes videón, azok számára készültek a lejátszási listában található minitréningek, ahol összefoglalom a lényeget, bár erősen ajánlott az összes videó megnézése, mert minél többször hallja valaki ugyanazt, sokkal jobban be fog épülni a későbbiekben. A tanulási folyamatot csak úgy lehet felgyorsítani, hogy az elején minél több időt valaki bele tud tenni, nyilván az élethelyzetének megfelelően. Sajnos nincs rövidebb út, csak sok meló az elején és rengeteg idő, gyakorlás, tesztelés. Aki csak szeretni gyorsan megúszni a nehezét és rövidebb utakat keres, azok hosszú távon sosem lesznek sikeresek. Aki nem élvezi a kereskedéssel járó összes folyamatot és csak a dollárjelek peregnek a szem előtt, az jobb, hogyha bele sem kezd az egészbe. Ezeket csak azért mondom el időről időre, mert tudom, hogy a közösségi médiában sok falsi információ kering a témával kapcsolatban, ahol a gyors meggazdagodást hirdetik kis munkával, ami tudjuk, hogy ilyen nincs, mert ha lenne, akkor mindenki azt csinálná. Ez egy szakma, amit évekig kell tanulni, mint bármilyen más szakmát, szóval erre így kell gondolni, ha valaki ezt meg szeretné tanulni. Jó, ennyit a lelkizésről, csak muszáj erről néha beszélni és a fejekben rendet tenni, hogy később ne érjen senkit meglepetés. Akkor gyerünk át a csártokra és átbeszéljük a kapott kérdéseket, találkozunk az X-Station felületén. Ha valaki teljesen az első videómmal kezdi a tanulást, akkor láthatja a teljes folyamatot, amin én is keresztül mentem az elmúlt másfél évben. Az alapok nem változtak, viszont az oktatásnak köszönhetően én is rengeteget tanultam a piacról, még ennyi év után is, és azon dolgoztam, hogy ezt az egész kereskedést a lehető legjobban le tudjam egyszerűsíteni, és ezáltal minél könnyebb legyen átadni ezt a tudást. Így jutottam el én is a pár héttel ezelőtti videómig, az Így kereskedj többet 2.0-hoz, ami szerintem a jelenlegi legegyszerűbb kereskedési forma és piaci szemlélet. Nem tudom, hogy ezt még lehet-e tovább fokozni, de szerintem aki ezt elsajátítja, már szépen fog tudni boldogulni. A tartalomgyártásom szerintem eljutott arra a szintre, ahol már nehéz lesz újat mondani, mert a lényeget már elmondtam a kereskedéssel kapcsolatban, így lehet, hogy többnyire ismételni fogok, de mivel időbe telik, mire valaki át tud hangolódni erre a gondolkozásmódra, ezért ha minél többet hallja, annál jobban fog rögzülni, és tulajdonképpen ez a célja az egésznek. És akkor vágjunk is bele, nem az időt akartam húzni, csak most ezeket fontosnak tartottam megosztani. Először picit beszélnék magáról a napi rutinomról, mert ezzel kapcsolatban is volt több kérdés, és hogy jutok el az elemzéstől tulajdonképpen a belépésig. Első lépésként mindig a 7-es csárton kezdek, és gyorsan végiglapozom a 7-es csártokat, és megnézem, hol vannak olyan lehetőségek, ahol esetleg lehet kereskedésben gondolkozni. Ilyenkor általában gyorsan végiglapozom, mivel már tudom pontosan, hogy mit keresek, milyen szituációkat, ezért csak a 7-es szinteket használom, és ott látom azt, hogy szintek felett, szintek alatt vagyunk, van-e forduló zöld gyertya vagy áttörés, és amikor ezeket a párokat végiglapoztam, utána megnézem, hogy hol van jó lehetőség, azokat megjelölöm, most például megjelölöm ezt a dollár indexet, hogy nagyon szépen áttörte a 7-es szintemet felfelé, tehát megyünk tovább felfelé, úgy tűnik. Ilyenkor ezeket a párokat megjegyzem, megjelölöm, és utána tudom, hogy első körben ezekre a párokra kell koncentrálnom majd a kisebb idősíkokon. Tehát mindig érdemes a 7-es csártról indítani az elemzést, azért, hogy lássuk a hosszú távú folyamatokat, hogy éppen trendelő szakaszban van ez árfolyam, vagy esetleg inside báron belül vagyunk, és csak oldalazunk, vagy pedig ilyen szép szintöréseket látunk, mert a 7-es csárton ezek a nagy marubazus gyertyák egyértelmű jelzést adnak, hogy merre akar menni az árfolyam. És
utána a kisebb idősíkon tudni fogom, hogy milyen irányba fogok kereskedni, még ha csak rövid távon és a következő napokban. Ha ezzel megvagyok, onnantól kezdve hétfőtől már csak a napos csártokon követem a folyamatokat. Nagyon sokszor előfordult az, hogy amit a hét végén még jó lehetőségnek tűnt, aztán a hét második felére nem lett belőle semmi, vagy pedig esetleg a híreknek köszönhetően teljesen új lehetőségek alakultak ki. Ezért jó innentől kezdve már a napos csárton figyelni a folyamatokat, mert ott sokkal jobban látszanak az algazatok, és hogy mi várható a következő napokban. Így átmegyek a napos csártokra, és ugye a következő a lényeg, hogy a napos csárton tulajdonképpen két szintet használok, a havi szintet és egy napos szintet. Ez a két szint csak arra kell, hogy lássam, hogy hol tart az árfolyam. Ugye a havi szint az azt jelenti, hogy az utolsó, tehát ha kicsit összébb húzom a csártot, akkor az utolsó legmagasabb időszak legmélyebb pontját keresem. Tehát itt, hogyha kicsit összébb húzom. És ugye az egészet azzal kezdjük, hogy amikor összehúzom a csártokat, akkor látom azt is, hogy milyen irányú az elmozdulás. És ebből egyértelműen látszik, hogy ide tudom behúzni a trendvonalat, tehát ez azt jelenti, hogy felfelé menetben vagyunk, már az előző hónap szintje is sérült, ugye innen pattant vissza az árfolyam, és nagy lendülettel el is indult felfelé. Tehát a napos csárton érdemes azzal kezdeni, hogy összép húzzuk a csártokat, és megnézzük a nagy képet, hogy mi látható, és azt látjuk, hogy egy egyértelmű felmenetelben van az árfolyam. Utána, amikor azt megállapítottuk, utána megkeresem ennek az egész folyamatnak a legmagasabb pontját, és ugye ez a múlt hónap ment a legmagasabbra. Ennek van egy legmagasabb pontja, és ez a szint jelenleg még nem sérült, de ugye felfelé tart az árfolyam. Viszont ennek van egy mély pontja is, ez volt, és én ezt a használom. Tehát amikor azt mondom, hogy felfelé tart az árfolyam, akkor az utolsó havi gyertya legmélyebb pontját használom, és itt jön benne, amire nagyon sokan rákérdeznek, hogy mindig a legmélyebb pontját használom a gyertyának, tehát nem a kanócát, nem a testét, hanem a legmélyebb pontját, és hogyha most fölmegyek egy pillanatra csak a havi csártra, hogy ez jobban látszódjon ez a folyamat, 7-es csárt, havi csárt, itt vagyunk a havi csárton, nézzük meg, mekkora felmenetelben van az árfolyam, és itt volt ugye, hogy egy kicsit fölnagyítom, ez a múlt hónap volt a legnagyobb gyertyánk, nézzük meg, mekkora kanótot csinált, és nem sérült a havi szintünk, hanem merre ment az árfolyam felfelé. Hiába nézett be a szintek alá picit az árfolyam, már utána vissza is el is indult felfelé. És mindig az utolsó legmélyebb pontja, hogyha esetleg csak kanóca nincsen neki, csak teste, akkor a testre húzom, viszont hogyha a kanóc is itt van neki még hozzá, akkor a kanócra teszem rá, tehát mindig a legmélyebb pontját keresem, mert itt volt az utolsó árfolyam szintünk. És ha ez megvan, utána visszamegyek ugye a napos csártra, és semmi más nem csinálok, mint megkeresem egy adott időszaknak a legmélyebb pontját. És itt jön be az, hogy tulajdonképpen mindig azt kell nézni, hogy először is, hogy ezt a hónapot nézem mindig, ahol tart az árfolyam, tehát innen kezdem a vizsgálatot, és megnézem, hogy itt mi történt. Aztán visszamegyek egy, maximum két hónapot, hogy lássam az összefüggéseket, hogy milyen folyamatokat látunk. És azt látjuk, hogy van egy visszatesztem. És ez a visszateszt, ennek a szintje, az utolsó legmélyebb gyertyája már sérült is felfelé a következő napi gyertyában. Tehát jelenleg csak erre a szakaszra vagyok kíváncsi, és a jelenlegi hónapra, mert látom, hogy itt a két hónappal ezelőtti szinteket, látom a havi szintet, nem sérült, tehát innentől kezdve merre gondolkozom, felfelé gondolkozom. És itt, amint sérült a gyertya, behúzom a trendvonalat, nézzük meg, el is indult felfelé. Amikor ekkora rendület van, akkor nem biztos, hogy lesz visszateszt, tehát nem lesz második lábunk, hanem akkora a rendület, hogy egybe meg fogja csinálni. És most, hogyha behúznám ide a napos színnek az utolsó legmagasabb napos gyertya szintjét, akkor az pontosan ott tart. Tehát, ugye itt jön be a célárazás része, hogy napos szintől kereskedek napos szintig, hogy előtte vannak egy csúcsok, még simán lefordulhatott volna, de mivel nagy volt a lendület, ezért ez nem történt meg. Tehát akkor a következő szintünk az ez lesz. Hogy ezt átviszél simán, simán megtörténhet, nagyon sok esetben és a legtöbb esetben, amikor nincs ekkora tempó egy adott devizán, akkor nagyon sokszor előfordul, hogy visszajön, visszatesztel, és azt majd csak másodikra csinálja meg a legmagasabb pontot. Mivel a legmagasabb hónap legmélyebb pontja sem, és a legmagasabb pontja sem sérült még szignifikánsan, tehát miről beszélünk? Oldalazásról, tehát csúcsok, völgyek, ha nem sérülnek, akkor az azt jelenti, hogy egy adott sávon belül pattog az árfolyam. És itt eltelhet akár több hónap is, mire felmegy az árfolyam, itt egy kicsit fölé szúr, fals kitörése, visszajön a sávba, és jövünk ABCD alakzatba lefelé, és itt pagadtunk 2-3 hónapig, mire esetleg újra eldönti, hogy merre akar menni tovább az árfolyam. Mivel nagy menetek után vagyunk, ezért általában a megpihenős időszak az ez szokott lenni, hogy egy utolsó havi sávba pattog az árfolyam több hónapon keresztül, majd erre is mutatok példát, és utána majd egyszer valamikor kitör erre. Tehát addig semmiképp nem kereskednék tovább, tehát itt mindenképp ki kell szállnom a szintek környékén, még ha tovább is megy az árfolyam, mert nem tudjuk, hogy utána mi lesz.
Ugye mindig utólag derül ki, hogy ez egy falsi kitörés volt esetleg, és visszajöttünk a sávba, vagy pedig nagy lendülettel átviszi, és utána a visszateszt után már nem jön mélyen a szint alá, és akkor megyünk tovább a következő szintre. És ezek alapján döntöm el, hogy tulajdonképpen mi történik. És az egésznek az a lényege, hogy összesen a napos chartra van szükségem hétközben, megkeresem az adott időszak legmagasabb vagy legmélyebb pontját, attól függ, ugye a legmélyebb hónapját, és addig, amíg abból a sávból nem törünk ki valamerre, addig mindig csak azt nézem, hogy az adott visszateszteknek, az adott hónapnak hol van a legmélyebb vagy legmagasabb gyertyája. Mivel ugye ebben a hónapban volt egy legmagasabb pontunk, aztán elindult lefelé a zárfolyam, és utána itt kialakított egy utolsó legmélyebbet. És mindig arról beszélek, hogy amikor az utolsó gyertya szintje már nem sérül lefelé, az mit jelent? Azt jelenti, hogy újra felfelé próbálkozhat az árfolyam. Tehát mindig trend irányba kereskedünk. Én ezért nem szeretem a long irányú trendeknek a visszatesztjét kereskedni, mert ezek sokkal nehezebben tervezhetőek. Mert nem fogom tudni előre, hogy ez hol fog megállni, ez a napos gyertya, ez hol fog kialakulni. Értem én, hogy itt vannak szintek, meg nagyon szép alakzatok, meg minden, de azt én nem tudom megmondani, hogy a piac majd melyiket fogja tisztelni, és honnan fordul az árfolyam. Viszont ha ezt megvárom, ezt a folyamatot az adott hónapba, és látom, hogy előző hónapban mi történt, milyen folyamatok vannak, merre kell kereskednem, ugye hetes csárton egyértelműen megállapítottam, hogy felfelé irány van, akkor nem ezt a szakaszt kereskedem, hanem ezt a szakaszt kereskedem, mert nézzük meg, ebbe van a pénz. Ebbe a csapkodásba, ahogy itt lejött, itt szórakozott, ebbe nem lehet pénzt keresni. Mindig a trend irányt kell kereskedni. És türelmesen megvárni ezeket a visszateszteket. Addig, amíg ez visszateszt zajlik, addig elmegyünk egy másik pár, és keresünk olyan lehetőséget, ahol viszont trendirányú kereskedésben lehet részünk. Ha szeretnéd ezt a piaci látásmódot, gondolkozásmódot elsajátítani, akkor pontosan így kell kinézni a csárton, ahogy most néz ki az enyém. Semmilyen más eszközre nincs szükséged, mert ezt kell megtanulni indikátorok nélkül, és utána nem érdekes, hogy mi történik a hetes csárton, meg hogy mik vannak még, meg milyen szintek vannak a múltban, nem érdekel, mert itt történik minden a jelenben. Ez az én jelenem, az idei hónap, és egy-két hónapra visszamenőleg csak azért, hogy lássam a struktúrát, hogy honnantól hova tart az árfolyam, és hol vannak a következő céláraim, és semmi másra nincs szükségem. És itt el tudjuk dönteni, hogy hol szállunk ki, kiszállhatunk itt is, akkor is már nagyon szép profitot tudtunk szertenni. Itt a környéken, mindig a trendvonal környékén keresem a belépési lehetőséget a napos szint közelébe. És semmilyen más információra nincs szükségem. Tehát megvannak a szintjeim, ugye berajzoltam a szinteket, megvan a belépési zónám, tehát a trendvonal és a szint fölötti zónát keresem belépésként, és meglátjuk, hogy ott milyen technikai kép alakul ki. Ugye a következő lépés az az szokott lenni, nyilván most egy elég egyértelmű emelkedés volt, de hogyha tegyük fel, itt jönne egy kis visszateszt, ugye általában miről szoktam beszélni, szinttörés, ugye akár trendvonaltörés, visszateszteljük a napos szintet, amit áttörtünk, testen már nem jövünk alá, és utána megyünk felfelé. És amikor nekem a gyertyám áttöri ezt a napos szintemet, én akkor két dolgot szoktam csinálni. Vagy lemegyek H4-re, és az alakzatokat figyelem, hogy visszatesztelődjön, vagy pedig hagyom és nézem azt, hogy lesz a következő napokban esetleg egy piros napos gyertya. Tehát áttörtük a szintet, és ez az, amit nem tudok megmondani, hogy az első láb, tehát a lejövetel utáni első felpattanás, az hol fog elakadni. Nézzük meg, ez fogalmam sem volt, hogy ez idáig el fog menni első körbe, annélkül lett volna visszateszt. Mert nem látom a jövőt. Én csak arra tudok reagálni, amikor a szabályaim megvannak, és azt mondom, hogy elment az árfolyam idáig, itt a nyakvonalnál lefordult, megcsinálja a visszatesztet, és hogyha már nem jövünk a szintek alá, akkor megyünk tovább. És ugye a trendvonalat akkor átmozgatom, akkor van egy első csúcsom, és itt dől el, hogy tovább jövünk lefelé, vagy pedig a szintek fölött maradva a trendvonal után kitörünk. És ezeket keresem, ezeket a folyamatokat. Tehát én kész jelenlegi állapotokat keresek, tehát mindig azt kereskedem, amit látok, nem amit elvárok. Mert ez nagy különbség, hogy vannak elvárásaink, hogy idáig meg odáig elmegy az árfolyam, nem tudjuk, hogy elmegye, vagy hogy milyen formában megy odára. Erre vannak a megfelelő szabályaim, hogy szinttörés után alakzatok, tehát szintek, alakzatok és gyertyaformáció. Megvannak a szintjeim, megjönnek az alakzatok, áttörtük a szintet, megvannak a diszkontárak, ugye a diszkontárat keresem mindig. Itt már hiába lépek be, itt hova rakom a stoppot? Nincs stop helyszín. Ide kéne raknom a stoppot, hogy biztonsággal legyek, mert tulajdonképpen ide bármikor visszajöhetett volna az árfolyam, vagy leszúr egy nagy hírnek köszönhetően. És akkor már nem tudom követni a folyamatot. Tehát mindenképp kell, hogy legyen egy diszkontárom. Ha nincs diszkontár, akkor vagy elengedem ezt a folyamatot, vagy ha itt a szintek környékén nem tudtam belépni és ide berakni a stoppot, akkor egyszerre hagyni kell, és majd a következő visszatesztben belépünk. És itt jön be ugye a következő, hogy stop helyszínek. Mindig az utolsó, legmélyebb pont alá rakom. Nyilván attól függ, mindig ez helyzet függő, mert amikor áttörte a szintet, nem tudom, hogy milyen mélyen jön vissza a visszateszt.
hogyha a szint fölött tud maradni, és itt ráülve a szintre újra elindul felfelé, akkor lehet, hogy később akár egy kis topot itt is tudok használni, de első körben mindig ide a legmélyebb pontra rakom, és ez csak egy fizikai stop. Ezt csak arra használom, hogyha bármi történne, akkor ennél többet semmiképp ne veszítsek. Volt kérdés az is, hogy hogyan használom a kilépéseket, mindig arról beszélek, ugye, hogy igyekezzünk megvédeni a számlánkat. Hogyha rossz döntést hozunk, akkor két dolgot tehetünk, ugye egyrészt van egy fizikai stopunk, ami a nagyobb veszteségektől medvéd. Viszont amikor én látom azt, hogy rossz döntést hoztam, elkapkodtam a belépőt, vagy esetleg nem úgy alakul a folyamat, ahogy én ezt elvártam volna, akkor nem várom meg, hogy teljesen kistoppolódjak, mert ez csak arra van, a vészhelyzetre van. Viszont ugye kell egy mentális stoppot is használni, ami azt segíti, hogy ha látom, hogy rossz döntést hoztam, és nem úgy alakul a kereskedésem, hogy ezt elvártam volna, akkor egyszerűen kilépek kis vesztővel, mert a kis vesztőket később bármikor könnyedén vissza tudom hozni. Viszont ezeket a nagy vesztőket sokkal nehezebb lesz. Tehát én sosem hagyom, hogy teljesen kistoppolódjak. Ezért használok mentális stopot. És ha még igazam is volt, és mondjuk csak türelmetlen voltam, és nem vártam meg, hogy tényleg elinduljon az árfolyam, mert nagyon sokszor előfordult, hogy kiléptem, és aztán elindult az árfolyam. Ez csak azért történik, nem azért, mert téged figyel a brókercég, hanem egyszerűen vártál, vártál, elfogyott a türelmet, kiléptél, és utána pont akkor léptél ki, mielőtt elindult az árfolyam. Ha egy picit tovább vártál volna, akkor nem lett volna semmi gond. De ugye ezt előre nem tudhatjuk, hogy ez mikor fog elindulni. Tehát a jövőt nem látjuk. Viszont ugye ezért beszélek mindig arról, hogy valószínűségekben kell gondolkozni, minek a nagyobb a valószínűsége, a felfelé menetnek vagy a lefelé menetnek. De az, hogy ez hogy fog lezajlani, milyen formában, hány visszatesztel, meg mekkora lendülettel, ezt senki nem tudja megmondani. Szándékot veszem meg. Tehát, hogy minek a valószínűsége nagyobb. És ha én beraktam itt a stoppot valahol, hogy beszálltam a szintek környékén, akkor semmi más dolgom nincsen, mint hagyom a piacnak, hogy tegye a dolgát. És lehet, hogy egy-két nap múlva fog csak elindulni az árfolyam. Nyilván van egy határ, amikor azt mondom, hogy na, ez már ennyit nem ért ez a dolog, ilyenkor elengedem a pozíciót, és hogyha kell, akkor kis minusszal is zárok. Tehát ilyenkor meghozom a határozott döntéseimet, itt már nem gondolkozok. Beszéljünk egy kicsit az időségok kapcsolatáról. Ami nagyon fontos, ugye, hogy három időségot használok összesen, a hetes csártot hétvégén, hogy lássam a folyamatokat, hogy hogy zárt a hetes gyertya, hol vannak esetleg jó lehetőségek, mert már előremutató tud lenni a hetes csárton, és utána a napos csárton csak követem ezt a folyamatot. Napos csárton figyelem, hogy mikor van szinttörés, tehát ott azt figyelem, hogy az utolsó legmélyebb napos gyertyám mikor sérül. Tehát ez a következő lépés. És a nap végén nincs más dolgom, mint egyszerűen véglapozgatni a napos csártot, és megnézni, hogy hol van a gyertya a napos szint felett. Ott, ahol nem vagyunk a napos szint felett, ott egyszerűen tovább lapozok. Ez az egyik legjobb szűrési forma, hogy mely devizapárokra lesz érdemes figyelni. Azok, ahol elindult folyamatok vannak, és hogy itt a napos szint törése után jöhetnek az elindult folyamatok. Még egy időségot használok, ami nem más, mint a H4. Azt elsősorban csak a belépések finomítására használom. Viszont a 4 órást kétféleképpen lehet használni. Vagy meg lehet azt csinálni, hogy amikor már áttört a szintünk a napos csárton, tehát látom a napos gyertya a szint fölé zárt, akkor lemegyek H4-re, és ott figyelem az alakzatokat, a visszateszteket. Viszont nem biztos, hogy mindig ez jó ötlet, attól függően, hogy itt mit mutat a következő napok. Tegyük fel, hogy most 2 napig megy felfelé az árfolyam, majd jön egy piros napos gyertya, visszatesztel, ráül a szintre, és utána kialakul egy újabb zöld napos gyertya. Tehát eltelik közel 3 nap, mielőtt esetleg ebből kereskedés lesz. És lehet, hogy a 4 óráson rövid felpattanásokat el lehet csípni, de viszont ami a lényeg, hogy amikor folyamatokat kell nézni, tehát van egy elindult folyamatom, zöld-zöld-zöld gyertya, és ha közeljövőben nem lesz itt valahol egy piros gyertyám, addig nem lesz diszkont áram. Tehát ez azt jelenti, hogy felfelé megy az árfolyam, kialakítja az első lábunkat, elakad valahol az árfolyam, visszatesztel, megfordul, megcsinálja a shortos napi gyertyámat, és majd utána való longos elindulás. Tehát akkor lesznek jók a kötések, amikor már a napos szint újra irányba állt, tehát amikor újra zöld. És ezért kellenek a piros gyertyák, a visszatesztek. Ezt lehet 4 óráson követni, és lehet, hogy 4 óráson egy-két felpattanást el lehet csípni. Ha megvárjuk ezeket a folyamatokat a D1-en, akkor utána megyek le a H4-re, amikor már megvan a megerősítő fordulós gyertyám, és ott finomítom a belépéseket. Nagyon sok esetben, amikor ilyen kis gyertyát csinál és ide ráül, akkor az lehet, hogy jobb belépés lesz már a nap végén, mint hogyha megvárom a H4-et, ami már lehet, hogy sokkal följe fog zárni, mire abból lesz egy jó belépő. És akkor már magasabb szinten tudok belépni. Tehát ezt mindig mérlegelni kell. Viszont, ha a nap végén azt nézzük, hogy látjuk ezeket a kis gyertyákat, zöld fordulós gyertyákat, akkor lemegyünk H4-re, és a H4-et azt egyfajta ellenőrzésnek, megerősítésnek használom, ha már a zöld a gyertya,
a naposon, de nem biztos, hogy a H4-en még zöld lesz a gyertya, mert még lehet, hogy itt lesz egy kis visszateszt előtte. Ezért érdemes utána lemenni a H4-re, és ott tartani, hogy amikor a H4-en is megjelenik a zöld gyertya, akkor lesz belőle jó belépő. Akkor minden idősíkon irányba állt a napos csárton is megvan a zöld gyertyám, a 4 óráson is megvan a zöld gyertyám, tehát biztos, hogy most már indulhatunk felfelé, és ezek azok a megerősítések, ami segítheti a kereskedésünket. Viszont ezt idővel csak a rutin tudja megadni, tehát én nem tudok egyértelműen megmondani senkinek, hogy melyik gyertyába lépjen be. Ezt a napi rutin, a csártok előtt eltöltött idő, elég szituációt kell látni ahhoz, megélni, hogy lássuk ezeket a folyamatokat. És ezt a legkönnyebben úgy tudod megcsinálni, hogyha visszamész a múltba, fogod magad, és mondjuk itt van a 3 hónappal ezelőtti szituáció, ide behúzom a legmélyebb napos gyertya szintjét, és megnézem, lemegyek ide 4 óráson, és megnézem, hogy itt milyen folyamatok vannak. Mondjuk megjelölöm, hogy tudjam, hogy hova rajzoltam, tehát megjelölöm ezt a szakaszt mondjuk, és akkor azt mondom, hogy erre a szakaszra figyelek, lemegyek H4-re, és ott megkeresem ezeket a folyamatokat. És itt is gyönyörűen látszik, mindjárt pillanat, ezt kitörlöm, hogy ne zavarjam, itt is kicsit felnagyítom, és itt is gyönyörűen látszik a folyamat. Tehát én ezt keresem. Szintörés, visszatesz, nézzük meg, piros gyertya ráült a szintre, és már megvan a fordulós gyertyám. Ezekbe be lehet lépni. És nyilván itt még a nap előtt, még gyönyörűen bejött a szint alá, itt még ugye beléptünk, mínuszzal indul a nap, és majd a nap végére lesz belőle plusz. És aztán 2 nap oldalazás, és aztán belendül. Tehát ez a piaci mozgás. De amikor ezek a jelzések így együtt állnak, és megvan a visszatesztem, és megvan, hogy én trend irányba, long irányba kereskedek, akkor nézzük meg, ez egy rövidebb szakasz, és nézzük meg, ez mekkora szakasz volt. Tehát ezeket kell kereskedni, mindig a trend irányt. És itt a folyamatokat kell keresni. Ha most ebben a hónapban voltunk, tegyük fel, most ebben a hónapban most indulnánk, akkor itt mit látunk? Azt látjuk, és ezért nagyon fontos, hogy visszamenjünk 1 vagy 2 hónapot, mert van most egy havi gyertyánk itt, ugye, ahogy elindultunk, de van az előző hónapnak egy mélypontja. És az az előző hónapban van, nem ebben a hónapban, tehát akkor nem ez számít, hanem az előző hónapnak a mélypontját veszem figyelembe. És ide behúzom a szintet, és ennek a szintjének a törésére lépek be, de ez már a következő hónapban történt meg. De minden hónapban van egy legmagasabb pontom, és egy legmélyebb pontom. És ha megnézzük, hogy itt mi történt, ugye itt van most pont ez egybeesik egy havi szinttel, tehát a lényeg az, hogy van egy utolsó legmagasabb gyertyám, és ebben a hónapban mi történt? Nem tudott tovább menni az árfolyam. Akkor merre fog menni? Lefelé. És amikor látom azt, hogy már a következő napi gyertya áttörte, akkor az azt jelenti, hogy sunggal, nagy lendülettel jövünk lefelé. És akkor megnézem a folyamatokat, hogy itt mi történt. Hol vannak itt szintek, célárak? Ugye az azt jelenti, hogy bejöttünk, egyrészt a high-low szinteket figyelem, tehát ezek a következő szintjeim, ugye, havi high-low szintek, ezek egyben célárak is, ugye erről is akartam már beszélni, hogy ezek egyben célárak is, mert ez a legmagasabb pontja ennek az előző hónapnak, és nézzük meg, ez egy fals kitörés volt, és visszajöttünk a sávba. Visszatesztelte alulról, és már a következő napi gyertyába már fordult is lefelé. És itt, hogyha most lemennénk a H4-re, majd mindjárt ezt egy kicsit megjelölöm, hogy hát, ha ezt ki tudjuk nyomozni, hogy ez itt milyen időszak volt, majd mindjárt ide ezt megrajzoljuk, jó, és akkor lemegyünk a H4-re egy pillanatra, jó, és kicsit visszalapozunk, remélem megtalálom, itt van, tessék, lefelé ezt a folyamatot keresem. És ezt megint nem tudom megmondani, hogy pontosan ez hol fog lezajlani, de itt van, ugyanaz, csak felfelé. Lejöttünk, első láb, második láb, és már jövünk is lefelé. És ezeket a visszahúzódásokat, ezeket a visszateszteket keresem. És amikor ezek a visszatesztek megvannak, most egy kicsit összehúzom a csártot, meg ezt kitörlöm, hogy ne zavarjon, akkor mit csinálok? Egy előző időszakkal behúzok egy trendvonalat esetleg, megnézem, hogy hol lehet összekötni. Tehát ez most már ugye egy alj, ami lejött, és akár ezzel össze lehet kötni, és nézzük meg, lefelé tört trendvonal, vagy felfelé? Lefelé. Tehát akkor lefelé megyünk. De itt mindig a fordulásokat meg lehet kereskedni H4-en. És ezt keresem. Visszahúzódás, visszahúzódás utáni H4-es gyertyák. Hogyha most megnézem egy pillanatra csak, hogy melyik volt a H4-nek a legmélyebb gyertyája, akkor itt van. Mindjárt behúzzuk, csak most pillanatra ezt a vonalat ide. Itt van. Mi történt? Volt egy visszatesztem, ez volt a legmagasabb H4-es gyertyám, nézzük meg. Már törte is ebben a H4-es gyertyában. Tehát már ebben a H4-es gyertyában be lehet lépni. És itt van az a diszkontár, amivel pici stoppal, kis kockázattal kipróbálhatom, hogy igazán van-e. Ha véletlenül felszúr, akkor azt jelenti, hogy nagyon pici vesztővel buktam a történetet. De akkor kipróbálom magam. És ugyanezt a folyamatot keresem lefelé irányba is, meg felfelé irányba is. A folyamat teljesen ugyanaz. Ezért nem látom alacsonyabb időségokra lemenni, mert most itt hiába mennék le 15 percre, mit nyernék? 3 pippet? Semmivel se többet.
mert a folyamatokat meg kell várnom, a megerősítéseket, és itt van a H4-en minden. És ezért az egyik legjobb idősik a H4, meg a napos csárt, mert ezeken látszanak a folyamatok. És a H4-et azért szeretem, mert itt már az alakzatok nagyon szépen kirajzolódnak, látom a gyertyaformációkat, néha előfordul egy-egy gyertya, sokkal nagyobb lesz a vártnál, akkor abban nem szállok be. Mert ha ennél nagyobb a gyertyám, ott már nem érdemes belépnem. De hogyha ilyen kis gyertyákat gyártok, és itt a szint környékén, a H4 szintjére be tudok lépni, akkor belépek. Kis kockázattal, mert tudom, hogy nagyobb menetben lehet részem, és nézzük meg, több napon keresztül jött le az árfolyam. És ezek két-három napos kereskedések is lehetnek. Összesen ennyiből áll a kereskedés. Viszont azt kell megérteni, hogy ezeknek a folyamatoknak idő kell, mire kialakulnak. Mire megakad az árfolyam, utána törik a szint, utána visszatesztel, és utána elindul. És nyilván itt is lehetett volna kereskedni, de itt honnan tudom azt, hogy itt a következő gyertyában nem fordul vissza? Azért, mert itt torpant meg az árfolyam. Tehát megvártam, hogy mutassa meg, hogy ő, mint piac, az árfolyam mit tisztel majd. Honnan fordul le? Hol jön a diszkontár? És amíg ez nem jelenik meg, ez a zaj, hogy ez elindul újra felfelé, a visszahúzódás, addig itt lehet, hogy kereskedhetek, és lehet, hogy mondjuk egy 4 órás gyertyába hagyom, hogy mondjuk elinduljon az árfolyam, és egy 4 órás gyertya után kiveszem a profitot, de ez inkább csak skalpolgatás, és nem célszerű, tervszerű kereskedés. Az igazi kereskedés az, amikor érted a szinteket, érted a gyertyaformációkat, érted az alakzatokat, és tudod azt, hogy a fordulásokat keresem. Tehát annak idején, amikor én elkezdtem az egész kereskedést, azt mondták, hogy ne a fordulókat keresem, ezt úgyse tudom megmondani. Hogy a picsában ne tudnám megmondani, ha itt vannak. Csak meg kellett tanulnom meglátni ezeket a folyamatokat, és nekem ebben senki nem segített, erre nekem mind magamra kellett rájönnöm. Tehát nem az a lényeg, hogy most kiszedjek egy részt a piacból, hanem megnézem a folyamatokat, megértsem a folyamatokat, megértsem a piac működését, mert csak akkor tudok kereskedni, ha értem a folyamatokat. Viszont ezek nagyon rendszer szintű mozgások, tehát ezeket lehet tervezni. Kezdő kereskedőként ez a legnehezebb rész, hogy ezt az egész folyamatot átlássuk a csártokon, és ez idő kell, hogy meglássuk a fától az erdőt. Én még ennyi év után is mindig látok új lehetőségeket. Például ez az egész kereskedési mód, ez a 2.0-as verzió, hogy itt a napos csárton hogy figyelek, meg mint figyelek, ezeket még ennyi idő után is tudtam finomítani. És folyamatosan finom hangolom a rendszeren, amíg minél több profitot ki tudok szedni a piacból. Ez a célja az egésznek. De ahhoz, hogy ezt meglássuk, ez gyakorlás kell. Rengeteg csárt előtt töltött idő, megnézni, hogy milyen folyamatok alakultak ki, de ezért mondtam, mivel ezek fix pontok. Tehát ezek nem úgy van, mint az indikátorokban, hogy múltból származtatott információkat használnak, hanem itt ezek fix pontok. Itt 10 évre visszamenőleg is visszamehetsz, hogyha akarsz, és megnézheted, hogy milyen folyamatok zajlottak le, milyen gyertyaformációk alakultak ki. Itt is ugye látszik, hogy egyszerűen csak követem a napos gyertya folyamát. Szintörés után piros gyertya, utána zöld gyertya, megyünk felfelé. Zöld, 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 2 nap visszateszt, utána itt oldalazunk egy kicsit, megjöttek a zöld gyertyák, megint megyünk felfelé. Tehát egyszerűen semmi más dolgom nincsen, csak a napos gyertyáknak a mozgását kell követnem. És a zöld után, ha jön egy piros, utána meg jön egy zöld, akkor megint megyünk tovább. És egyszerűen a H4-en finomítom ezeket a belépőket. Tehát nem kell túlbonyolítani a kereskedést, próbálom tényleg a lehető legegyszerűbben elmagyarázni ezt az egész folyamatot, de ahhoz, hogy ezt valaki megértse, az gyakorolni kell. Tehát nem azzal kell foglalkozni, hogy múltban mi történt, hanem a piac működését kell megérteni a jelenben. Remélem sikerült tisztába tenni ezt az egész folyamatot, az alakzatokat, a csártok egymáshoz való viszonyát, a H4 és a D1 viszonyát egymással, hogy hogy érdemes ezt az egészet kezelni. Tehát röviden ennyi a lényege. És ha átmegyünk még egy-két csártra, mutatok egy-két példát, hogy mennyire működik ez a módszer. Itt a GBP/USD-nél például nagyon szépen látszik, hogy nagyon szépen le is jött az árfolyam. Ugye itt is mi volt? Van egy utolsó havi pontunk, de a legelső tényleg mindig azzal érdemes kezdeni, hogy összehozod a csártot, és megnézed a folyamatokat, hogy micsoda esőtrendben vagyunk. Ugye itt pont az ellenközője látszik, mint az előbb. Tehát fogom magam, behúzok egy trendvonalat, azzal kezdem, megnézem, hogy hol tudok összekötni 2 vagy 3 csúcsot legalább, és utána itt volt ugye a folyamatunk, ez egyszer megtört, nem tudta szignifikánsan átvinni, ugye most kialakított egy első csúcsot. Tehát erről beszélek, ez a bizonyos úgymond első lábam. Tehát volt egy nagy lejövetelem, ez a trendvonalam tulajdonképpen most kialakította az első kis felpattanását, ezzel tudom most összekötni, és itt dől el, ugye, amit múltkor is mutattam már, meg többször beszéltem már róla, hogyha esetleg kitör az árfolyam, és utána úgy mond, hogy ebből az irányban megyünk felfelé, akkor fölfelé kereskedek, viszont itt eldől, azért szoktam rárakni erre a csúcsra, amit kialakított, mert itt eldől, hogy jövünk lefelé, vagy pedig oldalazunk és megyünk tovább felfelé. Tehát ez a két variáció. És itt el tudjuk dönteni, hogy mi a trendirány. És amíg ezek a csúcsok, ezek a belső nyakvonalak nem törnek szignifikánsan, ez az utolsó havi mélypontom, ez az utolsó hónapom, ez volt a múlt hónap, ez ment a legmélyebbre, és nézzük most, hova jön vissza az árfolyam.
Tehát most benne vagyunk még ebben a sávban, ami azt jelenti, hogy 2-3 hónap oldalazás jöhet. Lehet, hogy itt benézünk a szint alá, de lehet, hogy visszarántják, és utána kezdődik előről az egész folyamat. És amíg egyértelműen ebből a sávból nem törünk ki lefelé vagy felfelé, addig oldalazni fogunk. Tehát három lehetőségünk van. Vagy short irányba kereskedünk, vagy long irányba kereskedünk, vagy ha oldalazunk, akkor viszont a sávok között kell, hogy gondolkozunk, és itt mindig a sávok tetején ki kell szállnunk, vagy a sávok alján. Amíg ez a mélypont, ez az előző hónap mélypontja nem sérül, addig miről beszéltünk, most jelenleg egy ilyen dupla alj alakul ki, ami azt jelenti, hogy addig ez így marad, amíg esetleg ez szignifikánsan lefelé nem sérül, majd visszatesz, és utána jövünk lefelé. És ezt akartam megmutatni az előbb, mindjárt kicsit felnagyítom, hogy milyen szépen mutatja magát, hogy hol történnek a varázslatok. Ugye itt elindult a múlt hónap, ez volt a legmélyebb pontunk a múlt hónapban. Elindult a visszatesztünk, ugye lezárt a hónap, itt zárt le a hónap, ez lett az utolsó, legmélyebb hónapunk. És utána, amikor elindul ez a következő hónap, itt kialakította ezt a piros gyertyát, ez volt a legmagasabb gyertyám. És ez lett tulajdonképpen a mai napig a legmagasabb ebben a hónapban. Viszont áttörtük a szintet, visszateszteltünk, elég mélyen visszajött, de már a havi szintet nem vitte át, és itt vannak ezek a bizonyos fordulós kis gyertyák, amit mutatják, és nézzük meg, ebben a következő napi gyertyában már tulajdonképpen sérült lefelé, de még a trendvonalunk szignifikánsan nem. És nézzük meg, hogy hol történt a csoda. Itt. Visszateszt, erről beszélek, amikor van egy áttörésünk, amikor már kialakult ez a belső nyakvonal. De ez kell nekem, az a belső nyakvonal, tehát kell egy első lejövetel. Azt utána visszatesztel, az két dolog lehet, vagy megyünk tovább felfelé, ha nem, akkor a szinte környékén fordulunk, és jövünk újra lefelé. Ez egyértelműen fog látszani idővel, mint ahogy itt is látszódott. Utána egyszerűen, amikor megvan ez a belső nyakvonalam, és utána, amikor behúzom azt a trendvonalat, és ez a trendvonal újra sérül lefelé, akkor ez történik. Ilyen egyszerű. És a következő célára mi volt? Itt az előző hónap legmélyebb pontja volt, és már azt át is vittük, mert ugye ellendületben van, és nagyon erősödik a dollár. Tehát ez így működik. Viszont ha lemegyek a H4-re, akkor itt látjuk ezt a folyamatot, ezt a visszahúzódást, tessék. Itt van. A, B, C, D alakzatban. Áttörtük, de ez már a második lábból indulott, tehát ez nem az első lejövetel, mert ez csak visszament, ez még a dupla csúcsunk, amit kialakított. Itt már kialakított egy kis belső nyakvonalat, újra tört a napos szint, visszahúzódás, már nem jöttünk a napos szint fölé, és már itt voltak a H4-es fordulások. És itt már ezekbe valahol be lehet lépni akár, mert itt ugye tulajdonképpen már a 7-es szint az előző 7 szintje, tehát ha lemegyünk H4-re, akkor itt ugye az előző 7 volt. És már a 7 szintje egyszer még visszatesztelt, és már sérült lefelé újra. És akkor megvan a következő céláram. Tehát tudom tervezni a céláraimat, de ezeket a folyamatokat, ezeket meg kell keresni. És mindig arról beszélek, hogy A, B, C, D alakzat második lábát kereskedem, ami már a diszkontáram. Ha itt nem lesz diszkontár, vagy lejjebb lett volna csak diszkontár, akkor ott keresem belépőket, és akkor egy kis toppal megkockáztatom az újabb lemenetelt. De nekem kellenek ezek a visszahúzódások, a visszatesztek, mert ezek az én diszkontáraim. És ez nagyon jó példa arra, hogy a H4 és a D1 viszonya hogy működik, és ugye arra beszéltem az előbb is, hogy sokszor előfordul az, hogy a D1-en lehet, hogy jobban be tudok lépni, mint a H4-en. Most egy pillanatra visszamegyek a D1-re, és nézzük meg, hogy mi történt. Ugye megvolt a szinttörésem, ugye sérült ez a napos szintem, itt volt egy piros gyertyám, utána jött egy napos zöld gyertyám, és hogy váltakoznak, ugye? Megint piros jön. Tehát akkor merre felé megyünk? Hát lefelé. Tegyük fel, hogy most én itt belépek, de most behúzom csak ezt a vonalat, hogy lássuk jobban a folyamatot. Tehát azt mondja, hogy itt belépek. Itt nyitott az árfolyam. Jó? Tehát ezt használom belépésnek. Itt lezárt a tegnapi, mondjuk a tegnapi gyertya, és azt mondom, hogy most itt este belépek. Akkor, ha lemegyek a H4-re, akkor nézzük csak meg. Ennyivel előrébb léptem be, mint ebben a H4-es gyertyában, ebben a fordulós gyertyában. Mert itt is lejött még egyszer, visszatesztelt, és utána elindult és újra fordult az árfolyam. Ezért mondom azt, hogy sokszor a naposon jobb belépni, mint a H4-en, mert itt már ennyivel lejjebb tudtam volna csak belépni, hogyha H4-es belépőket használom. Mutatok még egy példát, hogy ez nem a véletlen műve, átmegyünk az euró-USA dollárra is. Itt is mi történt? Ugye itt is volt a múlt hónapban volt egy legmélyebb pontom, elindult az árfolyam, itt egy oldalazásba ment át az egész, kialakított ezt az utolsó, az e hónapi legmagasabb gyertyámat, behúztam a mélypontját, és nézzük csak meg, mi történt. 1-2-3 nap után sérült lefelé, aztán volt 2 nap vissza, ezt nézzük csak meg. Csak a napos gyertyákon is egyértelműen látszik, hogy nem zártunk már a testtel a szint fölé. Tehát mi történt? Ez semmi más, mint egy 4 órás visszatesz tulajdonképpen. Áttörtem a szintet, visszateszteltem, és már menjük is lefelé. Megcsináltuk az előző hónap
utolsó legmélyebb gyertyának a legmagasabb pontját, és nagy valószínűség a következő célár, ez a havi szint lesz az előző hónap szintje. És itt is, ha egy pillanatra lemegyünk csak a H4-re, akkor nagyon szépen látszik ez a folyamat. Ezt keresem. Semmi mást, itt van, tessék. Áttörtük a szintet, igaz, hogy ez nem volt ilyen nagyon szép csúcsos visszateszt, hanem egy kicsit ilyen oldalazós volt, de itt is ugye mi történik? Semmi más nem történt, ez a zöld gyertya, mindjárt kicsit fölnagyítom, így. Tehát itt is ugye ennek a H4-es gyertyának volt egy visszatesztje, itt van, tessék. Ez volt az utolsó, legmagasabb kanócos gyertyám. Ráhúzom a legmélyebb pontjára, és nézzük meg, merre megy az árfolyam, lefelé. Milyen érdekes, ugye? Tehát semmi más dolgom nincs, mint a D1 és a H4 viszonyát vizsgálni, és amikor már látod a napos csárton, hogy sérültek lefelé a szintek, akkor megvárod a visszatesztet, ezeket a kis visszahúzódásokat, és akkor ekkora kis toppal itt be lehet lépni a szintek környékén. Még esetleg a legrosszabb esetben, ha valakinek ideje engedi, H4-be belépni, mert ez már ugye egy nagyobb gyertya volt, itt már ez a baj ezzel, hogy sokszor ugye, amikor itt lépek be a H4-et, megvárom, akkor viszont már nem biztos, hogy akkora profitra tudok szert tenni, és ezeket a kis visszakereskedéseket, ezeket a visszateszteket én ezért nem szoktam kereskedni, mert ezek nem nagy profitta kecsegtetőek. Az igazi nagy elmozdulásokat szeretem, amikor trendirányú elmozdulások vannak, mélyek a visszatesztek, és utána a nagy felmenetelben is van az árfolyam, ezért nagyon fontos mindig, hogy azt a párt kereskedjük, ahol a dominancia van. Tudni még rengeteg példát hozni, de ez inkább legyen házi feladat, mindenki tegye meg azt, hogy ezeket a folyamatokat most itt bemutattam, ezeket gyakorolja be így ebben a formában, és ezek a vonalak legyenek csak behúzva, ne legyen se több, se kevesebb, egyszerűen ennyi szintre, két vízszintes vonalra és egy trendvonalra van szükségünk, és a folyamatokat nézzük, hogy az napos csárton mi történik. És ennyi az egész, utána lemegyek a H4-re, és finomítom a belépési lehetőségemet. Ha még megnézzük a DAX-ot, mert erre többen kérdeztek, itt is ugyanez a folyamat zajlik. Összehúzom a csártot, egyrészt lássam, hogy mi történik. Ugye itt van nagyon szépen a folyamat. Összekötöttem az utolsó legmagasabb pontot, és itt ezekkel a csúcsokkal is nézzük meg, hova jött vissza az árfolyam. A szintek környékére. Tehát a trendvonal egyrészt egy nagyon jó célár tud lenni, de nyilván előfordul, hogy valamikor csak megszúrja, és már testen nem jön a szint fölé, valamikor kicsit fölé megy, nincs jelentősége. Itt a szintek környékén mindig ki kell lépni, ilyen egyszerű, mert tudjuk, hogy előbb-utóbb ilyen heves mozgással visszajön a fordulás is. Nézzük meg, én ezért nem szeretem a long irányú elmozdulásokat, a long trend, mert most ez egy rövid távú long irány volt tulajdonképpen, és ezért nem szeretem ezeket a visszateszteket, mert nézzük meg, hogy ekkora napi gyertyát nem lehet már kereskedni. Tehát ehhez ott kellett lenni mondjuk H1-en, hogy ebből jó belépő legyen. És ezt még a nap közepén lehet, hogy nem is tudtuk, hogy ez át fog-e törni vagy sem. Tehát ezért nem kereskedem a long irány trendekből a visszateszteket, hanem a long irányt kereskedem. És előbb-utóbb itt is ugyanaz fog történni, amiről eddig beszéltem. Ha kicsit összébb húzom a csártot, hogy lássuk a folyamatot. Itt is ugye mi történt? Ugyanaz. Behúztam az utolsó időszak, tehát ennek az egész lejövetelnek, amit most itt összehúztam, itt ennek van egy lejövetele. Van egy nagy lejövetelem, ez az utolsó időszakom. Tehát ha összehúzom a csártot, akkor látom, hogy milyen folyamatban van részem. Lefelé menetben, vagy felfelé menetben. Ezt nagyon egyszerű eldönteni. Ennek az egész esésnek megkeresem az utolsó legmélyebb pontját, mert ez ment a legmélyebbre. Tehát ez a múlt hónap volt a legmélyebb havi szintem, ami egyben egy havi gyertya szintje, ugye? És ilyenkor a legmagasabb pontját, ugye ezt behúztam. Itt van a legmagasabb pont. Nem húzom be mind a kettőt, mert nincs szükség rá. Mert én a szinttöréseket keresem, tehát elsősorban erre koncentrálok, hogy itt mi fog történni, hogy megyünk szignikánsan felfelé, és megyünk tovább, vagy visszajövünk a sávba, és alulról visszatesztelve jövünk lefelé, mert akkor lesz érdekes majd csak. Addig ez nem érdekes itt. Erre a hónapra koncentrálunk, és aztán amikor látom ezt a hónapot, utána mi történik, visszamegyek egy hónapot, és megnézem, mert tudom azt, hogy ez a legmélyebb hónapom, tehát nekem ez egy fontos szint. Tehát ez az egy havi szintre van szükségem, meg egy napos szintre, hogy kövessem az árfolyamot. És itt ugye előfordulhat az is, hogy tegyük fel, ez volt az utolsó legmagasabb gyertyám, és tegyük fel, hogy a következő gyertyában újabb fölmenetel van, tehát kialakít egy újabb legmagasabb pontot. Az is nagyon sokszor előfordul, hogy lejön az árfolyam, 2-3 napig itt van, és aztán a következő nap már a harmadik nap egy nagy lendülettel vissza az ár. Ez megint azt jelenti, hogy még nem sérült szignifikánsan ez a történet lefelé, hanem még megyünk tovább, tehát ez a folyamat nem ért véget, tehát ez az emelkedés még nem ért véget. Tehát nagy valószínűsége, ha visszazárni itt a gyertya a következő napokban, az azt jelenteni, hogy ez a legmagasabb gyertyánk, ez csak egy ideiglenes legmagasabb gyertya, de nem a végleges. Mert utána, ha visszazárunk, akkor nagy valószínűsége legalább még egyszer meg fogja szúrni, ki fog alakítani egy újabbat, és lehet, hogy ez már egy nagy kanócos gyertya lesz, és akkor ezt veszem alapul. Behúzom a legmélyebb pontját, és utána megnézem, hogy ez mikor sérül lefelé. Viszont mindig, amit vizsgálni kell, az adott hónapban megvizsgálom, mi a történet.
Mit látunk? Van egy előző hónap legmagasabb pontunk, tessék. Hova jött vissza az árfolyam? Most, ha lemegyek itt a 4 órásra, akkor mit látunk? Ez a felmenetelnek, ennek az egész felmenetelnek tulajdonképpen az első kis lábacskája, kis mélypontja, és itt beszélek erről, hogy ezt nem tudom, hol fog kialakulni, vagy meddig fog lejönni, de tegyük fel, hogy mondjuk innen most fordulna, akkor mi fog történni? Akkor itt előbb-utóbb lesz egy olyan napos gyertya, ami zöldbe fordul, és azt mondja, hogy megyünk tovább felfelé. De ez még csak két dolog lehet, vagy egy dupla csúcs lesz, ez a legmagasabb pont már nem sérül, visszateszteli mondjuk ezt a napos szintünket, amit áttört, és ha már nem megyünk szignifikánsan fölé, úgy, mint a GBP USD-nél, hanem a szint alatt fordul újra a gyertya, akkor egyszerre fogom ezt a legmélyebb pontot, összekötöm ezzel az első aljjal, ami long iránynál ugye csúcs, itt alj lesz. És ezt a két pontot összekötöm. És utána itt derül ki, hogy megyünk tovább felfelé, vagy esetleg itt a szinteknél elakadunk, lefordulunk, és újra törik ez a szintünk. De itt még ugye itt van ez a havi szintünk, és ez a trükkös itt az egészben, hogy általában itt két dolog szokott történni, megvan a mélypontunk, tegyük fel, visszajött valameddig, behúztam a trendvonalat. De ugye akkor még lehet, hogy még egyszer visszajön ide, és lehet, hogy itt pattogunk. Tehát ez még nem biztos, hogy short irányú elindulás, hanem majd az ebből való utolsó visszahúzódás, és abból való trendtörés. Tehát kialakít egy újabb, legmélyebb pontot, és erről beszéltem ugye már több alkalom is, hogy egy csúcs, vagy egy mélypont, még egy mélypont, és a harmadik mélypontnál sérül majd csak lefelé a történet. Ezért nagyon fontos, hogy a szintekkel legyünk tisztában, mert amíg ez a szint szignifikánsan nem sérül lefelé, addig itt csak paddog az árfolyam, és lehet, hogy itt többször kitölti ezt a hold zónámat, és utána dől el, hogy lefelé vagy felfelé megy tovább az árfolyam. És semmi mást nem csinálok, csak ezeket a folyamatokat keresem. Nekem kell egy alj, amiből van egy visszahúzódás, és itt dől el, hogy szint fölé tud-e zárni, vagy sem. Összekötöm egy trendvonallal, és majd az abból való újra elindulást tudom majd esetleg kereskedni lefelé. Akkor ez azt jelenti, hogy bejövünk az előző hónap sávjába, ami megint mit jelent, hogy ez csak egy fals kitörés volt, nem volt szignifikáns, de előtte itt meg fogja csinálni a kis forgatásait, és itt szokott nagyon sok embert becsapni, mert a cselezés után lehet, hogy még egyszer felpattan, és lehet, hogy lesz belőle egy dupla csúcs, és csak utána jön le. Viszont, hogyha a naposon ezeket a folyamatokat türelmesen megvárjuk, akkor nem fogunk addig kereskedni, amíg egyértelmű nem lesz a szitu. Jó, és akkor végezetül mutatok még pár példát, hogy nem csak a véletlen művez az egész, hanem ez tényleg minden instrumentumon működik, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, indexekről, devizákról, részvényekről, kriptokról, teljesen mindegy, ugyanezek a folyamatok ott vannak. Mert a havi szintek, a gyertyazárások mindenhol ugyanúgy ott vannak, és egyszerűen meg lehet, föl lehet ismerni őket, be lehet azonosítani, be lehet húzni ezeket a szinteket, és ugyanúgy utána ezek a szintek sérülnek felfelé, akkor tudjuk, hogy milyen irányba kereskedünk. Hát menjünk egy pillanatra az S&P 500-ra, itt is ugyanaz a folyamat zajlik, itt is kicsit összebb húzom a chartot, hogy lássuk, hogy mi történt itt az elmúlt időszakban, mindjárt itt összehúzom. Itt van egy nagy visszatesztünk, ugye egy nagy lejtmenetünk, alacsonyabb mélypontok, alacsonyabb csúcsok, alacsonyabb mélypontok, alacsonyabb csúcsok. Tehát ebből tudjuk az, hogy az a trend irány mi történt. És ugye itt van az utolsó legmagasabb csúcsunk, és az most sérült felfelé, de mi van, ha csak ez egy fals kitörés volt, és aztán jövünk újra lefelé. Tehát van most még egy mélypontunk, és itt fog kiderülni, hogy mi fog történni itt a következő időszakban. Tehát, hogyha most felnagyítom a chartot, egyrészt ez most még egy esőtrend, aminek van egy visszatesztje, tehát most tulajdonképpen csak egy visszateszt történt, és itt fog eldőlni, mi történik. A két hónappal ezelőtti hónap volt a legmélyebb pontunk, ennek a legmagasabb pontját behúztam, és ugye a múlt hónapban nagyon szépen megcsináltam, mint célárat, és utána ebben a hónapban sérült felfelé. Itt is mi történt? Ebben a hónapban vagyunk. Ezt kell csak figyelnem, hogy ebben a hónapban mi történik. Látom az előző hónapok folyamatát, tehát hogy emelkedő trendben vagyunk, és utána egyszer csak kialakította az utolsó, legmagasabb napos gyertyáját. És most két napja már itt táncol az árfolyam szinten, és aztán most a mai napi gyertyával jött be. De tudom, hogy itt még csak rövid távon gondolkozhatok, mert itt van a két hónappal ezelőtti pontom. És első körben idáig várom le. Az, hogy ezt milyen formában teszi meg, és lesz esetleg rövid távú kereskedési lehetőség, hogy mondjuk visszateszteli ezt a napos szintünket, nem jön a szint fölé az árfolyam már, lefordul újra, akkor lehet kereskedni. De meg kell várni a H4-es folyamatokat. Itt is, ha lemegyünk a H4-re, akkor még csak azt látjuk, hogy egy ABCD alakzatban, mindjárt itt van, tehát most még csak megtörni látszik ez az altrend vonalunk. Tehát nekem kell, hogy ez a folyamat befejeződjön. És ezt nem tudom megmondani, hogy ez itt fog befejeződni, vagy egész egyben lejön idáig. Ezért mondom mindig azt, hogy a felmenetek utáni első lejövetelt nagyon nehéz tervezni, mert nem tudom, hogy mit fog tisztelni. Ez majd akkor derül ki, amikor azt mondja, hogy na, itt megálltam, innen megfordultam, és elindultam felfelé.
akkor már tudni fogom, mert akkor kialakított egy legmélyebb pontot. És akkor ezt a trendvonalat át tudom ide húzni, és itt dől el megint, hogy megyünk felfelé tovább, és visszamegyünk egy dupla csúcsra, vagy pedig jövünk lefelé. És ezek alapján kereskedek, és ezekben a folyamatokban ezért nem szeretek belenyúlkálni, mert itt nem tudom, hogy a következő napi gyertyában nagy visszapattanással nem teszteli vissza. De amikor tudom azt, hogy lejött idáig, és itt fordult, akkor ez már egy fontos szint, akkor már tudok tervezni. Mert ami egyszer ide lejött, az felmegy idáig utána, és utána újra le fog jönni minimum idáig. De lehet, hogy tovább is megyünk utána. És akkor jön a nagy trendvonalunk, a következő szintünk. És ezek a második menetek, ezek a nagyobbak. És itt kell figyelni, hogy itt a szintek környékén mi fog történni. Tehát itt is türelmesen megvárom a lejövetelt, nincs más teendőm addig. De azért mutatok még egy példát, például az Euraud, egy nagyon szép példa, itt vagyunk, semmi másra nem foglalkozok, csak ezzel a hónappal, meg a múlt hónappal. Mit látok? Azt látom, hogy volt egy nagy lejövetelem, itt kialakított egy utolsó legmélyebb gyertyát, de ugye erre kell figyelni, hogy hiába volt itt az előző hónapban ez a legmélyebb gyertya, nézzük csak meg, ebben a hónapban sérült lefelé. Tehát mindig az adott folyamat, az adott szakasz visszateszt legmélyebb pontját keresem, mai hónappal ez sérült. És az e-havi hónappal ez tulajdonképpen sérült, kialakított egy újabb mélypontot. Viszont most mit látunk? Azt látjuk, hogy ebben a hónapban eddig jött le az árfolyam, és ennél tovább egyelőre úgy tűnik, hogy nem hajlandó, elindult felfelé. Áttörve a napos szintünket, ugye erről beszélek, hogy ezt nem tudom megmondani, hogy most 3 napig zöld gyertya jön, és eljövünk mondjuk eddig a szintig, az idei hónapnak a legmagasabb pontjáig, vagy pedig mindjárt következő nap lefordult, és már a következő nap gyönyörűen lefordult. Most ha lemegyünk a H4-re, és ez a lényeg, hogy itt látom a folyamatokat. Nézzük csak meg. Ez lesz az én diszkontáram. Nagy valószínűséggel még akár simán leszúrhat még egy menetbe ide, tehát ez itt egy ilyen ABCD alakzatba lejöhet. Ugye ABCD alakzat lehet úgy, hogy nagyon szépen visszahúzódik és úgy jön le, meg van az oldalazós verzió, amikor csak oldalazik, és aztán még egyszer gyorsan leszúr ide. És tegyük fel, mondjuk ez az árfolyam ez így marad, tehát lejön idáig, és ennél tovább nem jön. Ez az én diszkontárom. Szintörés utáni diszkontár. És nézzük meg, idáig feljött az árfolyam, és ha belépnék, mondjuk megnézem a H4-et, itt volt egy nagy gyertya. Ezekben a nagy gyertyákban már nem lépek be, mert itt már nincs jó belépés. Ha itt ekkora lett volna csak a gyertya, akkor azt mondom, hogy itt egy pici stoppal belépek, és eddig a szintig várom el első körben, és meddig ment el, addig ment el pontosan. És onnan lefordult. De terveznem kell, és akkor jönnek be az előző heteknek a szintjei, hogy hogyan tervezem, mi volt az első csúcs, ahonnan lefordult az árfolyam. Tehát innen jött le utoljára az árfolyam. Tehát akkor hova várom vissza? Ugyanoda, ahonnan lejött. Most meg lesz a diszkontárom, és itt a diszkontárból elindul első láb, második láb, és utána mehetünk újra felfelé, ha így lesz. Ha nem, akkor meg lehet, hogy bejövünk a szint alá, és jövünk újra lefelé. De ezeket a folyamatokat kell megtanulnom, és ezt már nem tudom többször meg másképp jobban elmagyarázni, ezt kell megvárni. És amíg ezt nem várod meg, addig nem leszek jó kereskedéseid, mert én nem ezekben a csapkodásokban itt akarok kereskedni, hanem amikor kialakulnak a folyamatok, amikor jön a fordulás, jön a szép zöld gyertya, megjönnek a vevők, és újra elindul. És akkor meddig kereskedünk? Addig, ahonnan lejött az árfolyam, és hogyha tovább megy, az sokkal jobb nekünk, mert akkor még nagyobb profitra tehetünk szert. Nem tudom, az elhangzottak mennyire volt segítség, de próbálom azért ezt most újra és újra elmagyarázni, mert látom, hogy nagyon sok embernek ez még mindig nem tiszta, és mivel rengeteg új kezdőkereskedő talált meg itt az elmúlt időszakban a YouTube csatornámon, ezért muszáj néha ismétlésként elmondani ezeket, hogy ne kelljen visszamenni több száz videót megnézni, hanem tényleg folyamatában tulajdonképpen mindenki egy kicsit jobban rögzíti ezeket a dolgokat, és ezáltal minél többször elmondom ugyanazt a folyamatot, mert nem tudok másról beszélni, tehát ennyi a kereskedés, erről szól a kereskedés. Ezt kell begyakorolni, és ezt kell megérteni, erre kell, hogy rájön a szemed, hogy észrevedd ezeket a folyamatokat, tud értelmezni, hogy hol vannak a szintek, mely szinteket használok, trendvonalat, és hogy hol, milyen szempontok alapján lépek be, stop helyszínt, hogyan használom, hogyan menedzselem a kötéseimet, fizikális stoppal, mentális stoppal, célárazok, és egyszerűen a céláraknak ki kell szállni, mert akkor tudod eltenni a profitot, hogyha nem engeded vissza, hogy újra visszacsorogjon az árfolyam, hanem kezdőként az a legfontosabb, ha elérte a célárat, tegyük fel, hogy idáig eljött az árfolyam, itt nem tudom megmondani, hogy tovább megy-e vagy sem, mert a jövőt nem látom. Viszont azt tudom, hogy ahonnan lejött, azt mindig meg fogja 100%-i biztonsággal csinálni. Tehát tudom tervezni, hogy hol szállok ki, és hogyha itt a szintek környékén, a napos szint környékén valahol be tudok szállni kis stoppal, akkor idáig tervezek, itt kiszállok, elteszem a profitot, ha tovább megy, ha nem, akkor meg úgyis lefordul, akkor meg visszaadnám úgyis csak a profitomat, ha tovább megy, akkor előbb-utóbb a következő szintén megint le fog fordulni, mert vissza fogja tesztelni az előző időszakot, amit áttört. És ennyi. És nem kell kapzsinak lenni, meg nem kell szaladgálni a piac után, hanem türelmesen megvárni ezeket a folyamatokat.
Tehát röviden összefoglalva a lényeget, ha visszamegyünk ide az előző csártokra, itt az USA dollár indexre, semmi másra nincs szükségem, csak a jelenre, és egy-két hónapra visszamenőleg, hogy lássam a folyamatokat. Összehúzom a csártot, és látom, hogy felfelé irányban, lefelé irányban, vagy pedig oldalazunk. Ha sávon belül vagyunk, tehát az utolsó, legmélyebb vagy legmagasabb hónap sávjában van az árfolyam, akkor biztos, hogy egy darabig oldalazni fogunk, viszont a szintek alján és a tetején lehet keresni belépéseket, de nyilván itt is meg kell várni a folyamatokat, a dupla alj, dupla csúcs, ezek a leggyakoribb alakzatok, amiből nagyon szépen el lehet indulni, viszont ezeket kisebb idősíkon ki kell alakítania. És én ezekben hiába megyek le a 15 percesre, ezek olyan kicsi távolságok, hogy ezekben nem érdemes kereskedni. Meg kell várni ezeket a folyamatokat, és amikor a nagyobb folyamat elindul, mint például itt is, ebben lehet esetleg még napon belül kereskedni, mert látjuk, hogy van forgalom, megjöttek a vevők, és ilyenkor lehet kereskedni day trade-ben is. Itt lent ebben a csapkodásban, oldalazásban mit akarok kereskedni? Semmi értelme. Tehát behúzom, két vonalra van szükségem. Utolsó, legmagasabb vagy legmélyebb hónap sávja, annak a legmélyebb pontját, hogyha lent van az árfolyam, akkor a tetejére húzom, itt meg az aljára húzom, megkeresem egy adott visszatesznek, egy folyamatnak, egy esésnek a legmélyebb napos szintjét ebben a hónapban, és utána a szinttörések utáni alakzatokra és gyertyaformációkra belépek. Ennyi a kereskedés. Ezt kell begyakorolni, és hogyha nem ugyanezeket a szinteket használod pontosan, és még megkavarod sok mással, akkor csak elbizonytalanodod magad, mert még egy rakás szintet ide be lehetne húzni, ez is szint itt, ez is szint, mindenhol van szint, tehát annyi szintet be lehetne húzni, hogy össze fog zavarodni. Viszont abba kell bízni, hogy a piac működik, a piaci lendület működik. A szinteket így is úgy is meg fogja csinálni, veled vagy nélküled. Ennyi a kérdés. Még egy kérdés, amire válaszolnék, volt azzal kapcsolatosan, hogy itt a kitörések, honnan tudjuk, hogy a szinttörések, mikor szinttörések, és hogy fals kitörés, vagy valós kitörés. Így ezt előre én sem tudom megmondani, ezért azt szoktam javasolni, hogy van egy hónap, ez volt az utolsó legmagasabb hónapunk, ugye edáig eljött az árfolyam, itt volt még egy kis visszatesztünk, és aztán elindult felfelé. Itt a kitörést én nem nagyon szoktam kereskedni, megmondom miért, azért, mert ezt nem tudom, hogy meddig fog elmenni. Ez megvárom, hogy jöjjön egy visszateszt, és ugye ez már egy szignifikánsabb törés. Tehát egyértelmű volt, nézzük meg, hogy ez nem csak két-három gyertyába áttört, és aztán visszajött a sávba, hanem egyszerűen már itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagy 7-ig ment az árfolyam felfelé, és kialakított, nézzük meg, mekkora távolságot ment el az áttört szinttől. És utána ez vissza is tesztelt, tehát visszajött ugyanoda. Tehát ezért mondtam, hogy ha valaki ebből most lemarad, nincs vele gond, mert előbb-utóbb ugyanúgy vissza fog tesztelni az árfolyam, és lesz belőle egy újabb menet. Viszont ezeket a folyamatokat türelmesen meg kell várni. És itt dől el a szinteknél, hogy két-három gyertya után visszajövünk el a sávba, ahogy az előbb is látható volt, mindjárt megyünk az NZD-USD-re, mert nagyon szépen látszik. Itt van a folyamat, tessék. Ez egy fals kitörés volt. Itt volt az utolsó, legmélyebb hónapunk, ez a sáv. Nézzük meg. Nagy lendülettel felment az árfolyam, még áttörte az előző napok szintjeit, és ugye kialakított egy újabb, legmagasabb pontot. Tehát ez a lényege, hogy itt tulajdonképpen kialakított az utolsó, mindjárt ezt behúzom, mert ez már nem jó helyen van, de jó helyen van, most ez a legmagasabb gyertyám, tehát ez az utolsó legmagasabb gyertyám ebben a hónapban. Utána, amikor ez már nem megy följebb, ez már nem sérül, akkor merre akar menni az árfolyam? Hát lefelé. De viszont tudom azt, hogy itt van egy előző hónap szintje, és elég közel van a két szint egymáshoz, nem biztos, hogy ez első körben így kereskedni érdemes. Mert ezt nem tudom megmondani, hogy ez most így fog lezajlani, mint ahogy lezajlott. Nyilván utólag már hú, de jó lett volna benne lenni, de ezt én nem tudom megmondani, hogy ez így fog lezajlani. Mi van akkor, hogyha fogja magát is itt fölpattan, és csinál még egy visszatesztet, és úgy jön le. Ezeket nem tudom megmondani. De ez egy fals kitörés volt, mert ez az előző hónap már vissza is jött a sávba. És most ugye mire számítok? Előbb-utóbb itt vagyunk a e-havi legmélyebb ponton, tehát innen indult az árfolyam, ugye felment, és utána most hova jött vissza? Ugyanoda. Tehát ezeket mindig, ezeket a szinteket ugyanúgy megcsinálja. És itt jön az, hogy most várnék egy napos gyertyát, egy zöld gyertyát, megvárnám, hogy valamilyen szinten visszatesztelje ezt az előző hónapot, és ha már nem megy szignifikánsan a szint fölé, akkor merre megyünk, akkor ABCD alakzatba gyönyörűen meg lehet kereskedni idáig. És én itt kereskedek, a második menetben, nem az elsőben. Ez a kitörés akkor lett volna a valós kitörés, ha a szinttörés után magasabbra megy az árfolyam, és már szignifikánsan nem jön be a sáv alá, lehet, hogy egy picivel bejön mondjuk egy kanóca, de ráülve erre a szintre. Ez azt jelzi, hogy innen újra felfelé próbálkozunk, de viszont itt látjuk, hogy csak három napig ment felfelé, és utána nagy lendülettel vissza is jöttünk a sávba. Itt dől el tulajdonképpen, és ezért nem kereskedem ezeket a felpattanásokat, hanem türelmesen megvárom a fordulókat, mert itt vannak a fordulók. Most ebben a nagy gyertyába beléptem volna, és nézzük meg, meddig ment el. Tehát a folyamatokat meg kell várnom, hogy ebben a hónapban hol akad el az árfolyam. És ezt nem tudom megmondani, hogy ez itt lesz, vagy itt lesz, vagy itt lesz. Ezt nem tudom megmondani.
De a piac előbb-utóbb megmutatja, mert tessék, itt van. Ezt keresem. Látom azt, hogy ha itt elakadt, akkor merre megyünk, akkor rövid távon mindenképp lefelé kell gondolkoznom. És ezért fontos a szűrés, mert hogyha itt mondjuk nagyobb távolságra lett volna ez a szint, akkor sokkal jobb kereskedés lehetett volna belőle. Így viszont már kicsit neccesebb, mert nagyon közel voltak a szintek egymáshoz, és a short irányú kereskedéssel legtöbb esetben az a baj, hogy ekkora gyertyákat csinál, nagyon gyorsan történik meg kés a vajban zuhan lefelé, és nincs visszahúzódás, nincs stop helyszín, és ekkora gyertyába itt a szint közelében én már nem fog belépni. Én erre a visszahúzódásra, amire az előbb beszéltem, ezt fogom megvárni. Megvárom, hogy hol lesz itt egy zöld fordulós gyertya, mikor indul el felfelé, és ugye általában itt is az lefelé jövetel utáni visszateszteket, ezeket kis távolságok, ezeket nem érdemes kereskedni, mert nem lesz benne potenciál. A nagy menet az ekkor lesz, amikor ez jön lefelé. Tehát ez a visszahúzódás, ez nem jó kereskedés. Az lesz a jó kereskedés, amikor trendirányba kereskedek, amikor a nagy menet jön, mert ha itt elcsípem valahol, akkor itt ezt ekkora távolságot tudok kereskedni. Nézzük meg, itt ekkora távolságot kereskedek, itt meg ekkora. Hát melyikben éri meg? És ez nem tervezhető, mert ezt nem tudom, hogy innen fordul le, vagy még följebb megy, és csak onnan fordul le, ezt nem tudom tervezni. De ezt tudom tervezni, amikor innen fordul. Hát nagyjából ezek voltak azok a kérdések, amit most az elmúlt napokban megkaptam. Ugye a szintek használata nagyon fontos, mindig mondom, hogy a kanócra, tehát a legmélyebb pontra kell rakni mindig a gyertyánál, akár hogyha lent vagyunk, akkor ugye a tetejére rakjuk, ha fent vagyunk, akkor az aljára rakjuk, a legmélyebb pontjára, nem testre, hanem mindig kanócra vagy a legmélyebb pontjára rakjuk. Ha nincs kanóc, mert mondjuk csak testre záródott, akkor nyilván a testre rakjuk rá, de ez a lényeg, hogy ezeket a folyamatokat minden hónapban megkeresem. És nyilván itt, amikor látom azt, hogy például, ha megnézzük itt ezt a szakaszt, hogy itt milyen rövid szakaszról beszélünk, ugye? Itt nincsenek nagy távolságok, viszont hogyha átmegyünk itt az előbb, ahogy mutattam az USA dollár indexre, itt viszont vannak távolságok, itt gyönyörűen mutatja magát, hogy itt mekkora menetek voltak felfelé. Mély visszatesz, és ezeket, ha itt megcsípem, nézzük meg, pici kockázata, ekkora kockázata, itt belépek egy gyertyányi kockázattal, és talán nézzük meg, hogy hány napot nyerek. És ideig a szintig kereskedünk. Itt, ahol a piac van, itt, ahol a lendület van, itt, ahol a forgalom van, ezeket a párokat kell keresni, meg ahol szép, tiszta, egyértelmű trendirányú mozgások vannak. Most, hogyha visszamegyünk egy pillanatra a hetes csártokra, ha megnézzük, nézzük meg, hogy miért nehéz most kereskedni például a párokon, ezért, mert ez van, hogy itt szórakozunk most már 1, 2, 3, 4, 5, 6 hete, ha átmegyünk például az AUD CHF-re, nézzük meg, milyen csúnya. Hát, ezért nehéz a kereskedés, mert itt vagyunk egy fontos szint környékén, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. hete, lassan 2 hónapja nem történik semmi. Ezért nehéz most a kereskedés. Itt van trendirányú elmozdulás? Nincs. Ha megnézzük a napos csárton, itt a USA dollár indexet, van trendirányú elmozdulás? Gyönyörű. Tehát ezeket a párokat kell keresni, ahol az elmozdulások vannak, és nézzük meg, hogy mekkora menetben van az árfolyam, ha összehúzzuk a csártot. Tehát ha összehúzzuk a napos csártot, nem kell fölmennünk a hetes csártra, látjuk, hogy felfelé menet van. Hát remélem sikerült megválaszolnom ezeket a kérdéseket a szinthúzásokkal, a szintek egymással való viszonya, a csártok, az időségoknak egymással való viszonya, a gyertyaformációk, az alakzatok, stop helyszín, mentális stop, fizikai stop, rengeteg dologról beszéltünk. Szerintem nagyjából szinte össze is foglaltam a legfontosabb kérdéseket a kereskedéssel kapcsolatban, és tényleg azt tudom javasolni, hogy aki most kezd neki a kereskedésnek, az kezdje egyesével feldolgozni a videóimat, mert tulajdonképpen semmi újat nem mondtam most a mai videóban sem, csak lehet, hogy esetleg más megfogalmazásban, de tulajdonképpen én ugyanerről beszélek már másfél éve, mindig egy kicsit variálva, egy kicsit finomítva, finom hangolva a technikámat, de alapvetően most eljutottam én is egy olyan szintre, hogy nagyon új dolgot már nem fogok tudni mondani. Ezeket kell begyakorolni, viszont ezt csak úgy tudod, hogyha egyesével végignézed a videóimat, feldolgozod, megállítod, behúzod a szinteket, gyakorlod a szinthúzásokat, és utána rá fog állni idővel a szemed, és minél többet, ha hallod ezeket a dolgokat tőlem a videókon keresztül, sokkal gyorsabban fog beépülni, így lehet tulajdonképpen kicsit felgyorsítani magát a tanulási folyamatot. A kérdéseid többségére ott lesznek a válaszok a videókban, viszont ezt a munkát nem tudom elvégezni helyetted, tehát bele kell tenni a melót, és igen, az elején ez elég macerás, meg elég sok időt igénybe fog venni, de nincs másik út, nincs rövidebb út, ha lenne, akkor valószínűleg már mindenki sikeres, gazdag és boldog lenne, de tudjuk, hogy ez nem így működik, és a kereskedésben pont azért lesznek kevesen sikeresek, mert a munkát, a szükséges munkát nem hajlandok elvégezni, keresik a rövidebb utakat, és azt gondolja, hogy 3 hónap után ők majd sikeresen fognak tudni kereskedni. Ez nem a valóság, ez csak a hirdetésekben akarják veled elhitetni, és általában olyan emberek, akik valamilyen szolgáltatást akarnak neked eladni. Azt is nagyon sokszor elmondtam már, hogy bárki számára megtalálják
megtanulhat az a szakma, de nem mindenkinek való. Én csak megosztom a tudásomat, én csak egy kis időt tudok spórolni, aki hajlandó megfogadni, és aki be is tartja ezeket a szabályokat, tudom, hogy a többség ez általában nem fogja betartani, mert ilyen az emberi természet, és aki nem tud változni, nem tudja magát átformálni erre a fajta gondolkodásmódra, annak nem lesz eredménye a kereskedésben, és felesleges addig éles számlát nyitni, amíg tulajdonképpen még a demóban sem jönnek az eredmények, és kaptam a napokban olyan visszajelzést is, hogy hiába volt a demózás és sikeres a demó, az éles számlánál megjönnek az érzelmek, megjön a pszichológia. Ha valaki ezeket nem tiszteli, akkor alázatra fogja nagyon gyorsan tanítani a piac, pillanatok alatt el fogja veszteni a pénzét. Hát remélem, hogy sikerült ma is pár hasznos információval gyarapodni, és tényleg sikerült egy-két kérdést megválaszolnom ezzel kapcsolatban. Továbbra is várom a témajavaslatokat, mert lassan most már tényleg ott tart a tartalomgyártásom, hogy nagyon sok újat nem fogok mondani, inkább csak esetleg más köntösbe burkolva tudom ugyanazt elmondani. Az alap gondolat az mindig ugyanaz, csak ezeket lehet még finomítgatni, esetleg kis nüanszokat belevinni. Azért csinálom ezt, hogy esetleg több megközelítést is mutassak, hogy hát ha esetleg valamelyik megközelítés szimpatikusabb valakinek, és ezáltal könnyebben be tudja fogadni ezeket az információkat. Úgyhogy ennyi lett volna a mai videó. Köszönöm szépen a mai figyelmet, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok!